Megtörtént a jegyzőkönyvvezetők gyakorlati oktatása. A választás napján többen is segítik majd a szavazás lebonyolítását, őket pedig elméleti és gyakorlati képzésen készítették fel a feladatra. A résztvevők csoportokba szerveződve végeztek szimulációs feladatokat, hogy megismerjék a szükséges jogszabályokat. A polgármesteri hivatal több dolgozója is jegyzőkönyvvezetőként segíti a szavazatszámláló bizottságok munkáját. Részükre elméleti és gyakorlati képzést is tartottak, hogy minden szükséges tudnivalót elsajátítsanak. Választási helyzeteket szimulálunk, és a feladatokon keresztül bemutatjuk a jegyzőkönyvvezetőknek azokat az irányadó jogszabályokat, logikai összefüggéseket, matematikai összefüggéseket, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a jegyzőkönyveket megfelelően kitöltsék, és hogy a szavazókörben a választás eredménye megfelelően megállapításra kerüljön. A résztvevők közül többen már a korábbi választások alkalmával is szereztek tapasztalatot, de mindig vannak új kollégák, akik számára a felkészítés újdonságokat tartalmaz, és változás is akad a korábbi évekhez képest. Választási típusonként eltérőek a feladatok. Nyilvánvalóan vannak olyan részei a munkának, amelyek az irányadó jogszabályok alapján azonosan alakulnak, viszont az eltérésekre mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmüket, és ezt be kell mutatnunk feladatokon keresztül is. Este jelentitek azt, hogy befejeztétek rendben a szavazást. A jegyzőkönyvvezetőknek a nap folyamán többször is jelentenie kell az adatokat. Ezen kívül több fontos tudnivalóra is felhívták a figyelmüket, majd csoportokba szerveződve végeztek szimulációs feladatokat.